Sziasztok! A mai feladatunk ez az organikus hatású, szinte életszerű fa elkészítése lesz, ahogy az ágai nőnek, nyúlnak, lombkoronája nem lesz, úgyhogy ez egy ilyen kopasz fa. Megnyitottuk az új kompozíciónkat. A szokásos méretben 1920x1080 pixel, 25 képkocka, és legyen 20 másodperc hosszú. Első lépésként készítsünk egy új szolidot, New Solid. A színe lehet bármilyen. Ez lesz a fa, elnevezhetjük fának. Aztán az effects és presets közül válasszuk ki, pontosabban írjuk be, hogy Advanced Lighting. Ez egy nagyon jó villámgenerátor, tök jól limitálja az organikus villámot, hogyha be akartok építeni bárhova egy ilyen látványos elemet. A lightning type legyen a direction helyett breaking. Az origin pedig, hogyha megfordítjuk, ugye az első az x tengely értéke, ezt pont középre tesszük, az 1920 felére. A második az y tengely értéke, az pedig 1080 lesz. Mert ugye itt van a 0-0 pontunk a koordináta rendszerben, 1920 és 1080. Úgyhogy itt van a 960 és az 1080. A directionünk, az irányunk, az pedig lentről középre fog mutatni. Ez marad 0, a core settingsnél viszont egy kis változást fogunk alkalmazni még hozzá. A rádiuszt azt feltekerjük 16-ra, hogy egy vastag törzse legyen. Látjátok, az egy ilyen erősebb törzset fog csinálni. Persze, ismét elmondom, hogy mindenki a saját szája ízének, vagy saját ízlésének megfelelően alakítsát. Az opacity az legyen 100%, mert ugye egy fa az nem a nagyon áttetsző, és legyen fekete a fánk. Egyelőre ugye van rajta egy fénylés, amit mindjárt leszedünk. Ez pedig a glow settingsnél található. Itt a rádiuszt azt vegyük le nullára, nem tudjuk, ezért egyre, és akkor már nincs is fénylés, de a biztonság kedvéért, hogy még egy kis derengés legyen, nullára vegyük le az opacity-t. Egy. Ezt be is csukhatjuk. Következő az maradhat nulla, a turbulence maradhat egy. A forking, vagyis ugye ez a villásság, hát ezt tekerjük fel szerintem 100-ra. Egyelőre inkább egy ilyen bokor, vagy nem is tudom, valami fura kopasz borostyán, vagy kúszó növény hatása van, de higgyétek el nekem, hogy ez nem marad így. A decay-t azt tegyük 0-25-re. És aztán pipáljuk ki a main core-t. Így látjátok, és akkor már egyből egy ilyen kis röviden fát kaptunk, és mivel mi profik vagyunk, ezért kinyitjuk az expert settings-t is. Complexity-t azt vegyük le 5-re, a fork distance-t pedig vegyük 55-re, ez egy kicsit tágít a világon, illetve a világ távolságát leveszi, fölveszi, ugye egész sűrűtől az egészen ritkáig el tudunk menni. Ugye ez már csak egy ágacska. Hát kinek mire van szüksége? Legyen most 55. Kicsit sűrű. A threshold az maradjon 100%. A fractal type legyen semi-linear. A core drain pedig ez egy animálható. Ez lesz az animálható része az egésznek. Most egyelőre hagyjuk 0%-on, hogy lássuk, mi a végkifejlett állapota. A fork strength az 40% legyen, és a fork variation az pedig legyen 100. Így egy kicsit kopaszka a fánk. Úgyhogy akkor ezt egy kicsit följebb veszem, mondjuk 60%-ra inkább. Jó, legyen. Mondjuk most ez a fánk. Ugye ezt még persze variálhatjuk a végtelenségig. Legyen 55. Úgyhogy
Itt van a kis fánk. Az a helyzet, hogy ugye van egy ilyen kis fedőrje a törzse, illetve egy-két vastag ága körül. Ezt nekünk azért érdemes eltüntettünk, hogy igazán fa hangulata legyen ennek a fának. Erre van egy nagyon jó effekt, írjátok be, hogy matte choker. És ezt húzzátok rá. Ugye ez egyből, hát kicsit olyasmi, mint a trészeles, vagy threshold, hogy a görbéket leveszi és összemossa. Itt is állítunk ezt-azt, a Geometric Softness 1-et 0,1-re vesszük, és akkor látjátok, már vissza is nőttek az ágaink. A Choke 1-et levesszük a minimumra, ami minusz 127-nál, kérdezzétek, hogy miért ez az érték. A Gray Level Softness-t azt adjuk 10%-on, a Geometric Softness 2-t azt vegyük 1,1-re, legyen 0,6, hogy legyen benne egy kis egy leheletnyi feather. A Choke 2 a 127, és a Gray Level Softness 2 az meg 100, az Iteration meg marad 1. Elsőként animáljuk meg ezt a Core Drain-t, ahogy ugye kinő a semmiből. Szóval a Core Drain-t vigyük fel 100%-ra, látjátok, és akkor az ágak nagy része felszívódik, a timeline legyen 0-0-nál, nyomjuk a Core Drain stopperére 1-et, hogyha megnyomjuk az U gombot, akkor csak a keyframe-elt property-k jönnek elő, ugye itt jelen esetben a Core Drain, és akkor mondjuk 2 másodpercig menjünk el, és vigyük le 0%-ig, illetve itt láttam, hogy 96%, vigyük fel 100%-ig, legyen teljes. Jó? És akkor szépen kinő a fánk. A végén csak kipattannak ezek a rügyek, de hogyha azt szeretnénk, hogy lassan érkezzenek meg az utolsó, legvékonyabb ágak, akkor jelöljük ki mind a két keyframe-et, nyomjuk meg az F9-et, ez az Easy Ease, és a Graph Editornál, ami itt található, a timeline mellett rögtön balra, hogyha ki van jelölve a Core Drain-ünk, a két keyframe, akkor rögtön megjelenik ennek a görbéje. Itt a görbével, a bezier karok segítségével tudjuk állítani. Jó, a Graph Editort csukjuk be, pontosabban nyomjuk ki, és még hozzáadhatunk az egészhez, egy ilyen hajlongást, mint hogyha fújná a szél. Ez a Bend nevezetű effekt lesz. Pontosabban a Bend It. Mert ugye van a Bender, a Bend It, ezek hasonlók egyébként, bármelyiket lehet használni. Más-más tulajdonságokkal bírnak, de olyan nagyon komoly eltérés nincsen a kettő között, ha jól emlékszem, de aztán az is lehet, hogy igen. Viszont csináljuk a Bandit-tel, én ezzel csináltam. A meghajlítás mérték az legyen minusz 10, látjátok, itt meghajlik az egész egy kicsit banánszerűen ebbe az irányba, ugye általában balra van a mínusz, jobbra pedig a plusz érték, de ez sem 100%-osan igaz. A startot, ugye ez itt jól van, 960-on az X értéke, de az Y érték az legyen 1080-on, vagyis ugye itt az alsó részén a kompozícióknak, az end pedig legyen nullán, vagyis itt a kompozíció tetején legyen a hajlás. Ugye így már egy kevésbé erőteljes hajlást látunk. A render pre-start pedig legyen annan, mert akkor így nem fogja meghajlítani a törzsét, ezt pedig extended-re változtassuk. Ugye így nem látunk semmit, de hogyha ezt megmozgatjuk, akkor itt ez látjuk, hogy ez így hajlítgatja körülbelül e körül a pont körül, állítsuk vissza a mínusz 10-re, mert rárakunk egy random random wiggle property-t, amit már raktunk, de most egy nagyon kicsit komolyabban belenézünk, hogy mit is lehet csinálni ezzel a wiggle-lel.
Szóval rákattintunk, és beírjuk szépen ide, hogy wiggle dupla V-vel, ki is adta nekünk, és most két érték helyett négy értéket fogunk neki adni. Ezt meg is mutatom, egyelőre maradjunk a kettőnél. Itt a B gombbal a work area kezdetét ide teszem az animációnk végéhez, hogy már csak a lengedezését lássuk. Ugye itt egy ilyen erőteljes, de kicsit ilyen zilált hajlongást láthatunk. Nem annyira organikus, legalábbis nekem nem annyira organikus. Így, hogyha nekem nem annyira organikus, viszont hogyha ezen egy kicsit finomítani akarunk, akkor van lehetőségünk itt a wiggle-nél harmonizálni kicsit ezt a mozgást. Szóval a wiggle property-t ezzel a 0,1 és 0,9-es értékkel, ez két olyan érték, ami 0 és 1 között tud változni, tudjuk finomítani. Meg dobjuk be mögé egy új solid layer-t, egy fehéret, ez legyen a háttér, és kész is van a fánk. Szél fújja, vihar rázza, oda dobjátok az esőfelhőt, csináltok még egy esőt, és kész is van a tájképünk.